A bajnoki cím első számú esélyesének a forduló előtt a tabellát 6 pontos előnnyel vezető Gyirmótnak az otthonában lépett pályára, a második tavaszi fordulóban a Kisvárda Mastergood. Sós Imre vezetőedzőnek és több várdai játékosnak is van gyirmóti kötődése, így plusz motivációjuk is volt a vendégeknek. A mérkőzésen a hazaiak kapuja forgott többször veszélyben, mivel azonban gól egyik oldalon sem született, mindkét csapat egy-egy ponttal gazdagodott. Ez a mérkőzés kísértetiesen hasonlított az őszi kisvárdai mérkőzéshez. Ugye annyi volt a különbség, hogy ott sajnos a 88. percben gólt kaptunk, most nem. Ugyanúgy megvoltak a helyzeteink, mint akkor ősszel idehaza. Sajnos a gól hiányzott a játékunkból, az volt az évetűn a pont, ami most lemaradt, és így csak egy pontot tudtunk hozni. A forduló további eredményei: Szeges-Siófok 1-2, Dunaújváros-Vác 0-2, Sziget-Szentmiklós-Sopron 0-0, Soroksár-Csákvár 1-1, Mezőkövesd-Balmazújváros 1-0, Ajka-Szolnok 0-0 és Budaörs-Zalaegerszeg 1-5. A Kisvárda Mastergood szombaton idegenben a tavaszt két vereséggel kezdő Szeged ellen lép pályára. Láttam a Szegedet élőben Gyirmóton játszani. Ott azt mondom, hogy azért domináltak, illetve agresszíven léptek fel. A mostani mérkőzést még nem tudtuk megnézni, de mindenféleképpen egy erős csapat otthonába megyünk nekünk. Szerintem ott a legnagyobb ellenfelünk a pálya lesz. A képességekben biztos, hogy jobb állapotban van a csapat, mint a Szeged, illetve jobb játékosok alkotják a mi keretünket, de ugyanazzal az alázattal kell futballoznunk, ahogy eddig tettük, és akkor azt a mérkőzést viszont már meg lehetne nyernünk. Az NB2 tabellájának élén a Gyirmót áll 37 ponttal, megelőzve a 33 pontos Zalaegerszeget és a 29 pontos Budaörsöt. A Kisvárda Mastergood 24 ponttal a 6. helyen várja a folytatást.